Képzeld el, itt laktunk ezen a környéken, még Anna Marival, egy hány éve? Ott 15 éve, abban a házban. Itt. Abba. Alá lelőkelő. Ali, ça c'est on est du jardin du Biovez à Monton. Jó, akkor most visszafelé. Nem fogok lerosszínóhoz, hogy követő rajongó, hogy meghajt minket, mint a lucernászter. És minden évben ilyeneket építenek, mert ez úgy be van csillogosítva, mint a tényleg a hóesne. Pedig mondjuk most volt a hegyen valami hóesés. Igen, egy. Ha fölmész, megyünk tovább. Nézheted, ezt minden évben megépítik. Néha Jézuska van itt. Most egy nagy dagadt horkoló Mikulással fogsz találkozni, és konkrétan horkol is. Tehát Covid ide vagy oda, mert tényleg a kaszinótól kezdődik ez az egész. Gyönyörű havasznak a havaszak itt a fák. Na itt a dagadt, oda néz. Hallod? Nézd meg, farkasok vannak. Caci, farkas. Ez itt a dagadt, nézd meg. Nem tudom, hogy hallod-e, de picsi pűzik. Mondjuk nem a tüdeje emelkedik, hanem a hasza. Egylék retén a Mikulásunk. Majd megmutatom szemből, figyeljét csak rá. De itt lesővel, Ripelmié. Na itt meg már a következő. Anyukám, púpos! Na itt van, nézd, a dagadt Mikulást. Erre van eszük. Dík. Meg tudod mutatni a gyereknek, ha gondolod. Mi, ja, pardon, mama. Voilà. Most itt vagyunk, nézd meg. Lehet, hogy nem hallasz, mert nagyon fúj a szél, mert megérkezik. Azt hittem a Mistral, de ez a Bella. Az Alita Gazionben. Kapaszkodj meg. Kisnő is meg van vadulva, nem csak te. Ezt egy pillanatra így följebb jövök, hogy lássál is valami. Nem ilyen kis karácsony, nagy karácsony. Kiszűtem. Na jó, ennek vége, ennek már taka van. Ajándékodat megkaptad, remélem, hogy izé be vagy szájésítva. Júj, a rékáik is elutaltak! A Norbi meg a réka elmentek valami melegebb éghajlatra. Isten kegyelméből. Hát ugye most sajnos nincsenek már ezek. Tavaly ugye pont azt beszéljük Anna Máriával, hogy tavaly korcsolyáztak itt a gyerekek. Volt korcsolyapálya. Meg ilyen kis vasút. Nézd, ez a fejét mozgatja. Ja, csak abban a másik irányból látom. Béna ez a szarvas, csak egy irányból. Te, hát tudod, tavaly az apukákkal. Bonjour, koma, és ültem a padon anyukám is, és puposítottam. Oda néz. Albert Premier, roi des Belges. Souverain, bien. De pupos. Nézd meg a hülye szarvast. Te, ez a kamilú, vagy ez? Hát, mit tudom én. De jó néz ki. Az biztos. Nézzük a következőt, és az a vége is. Az az utolsó, figyeljék. Meg ez az év a maffiné, meg a kovixé. Mindenhol maffin van. Igen, de most ez nem annyira jó. Nagyon műzik. Hát az egész ilyen műanyag hülyeség. Nézzem. Na, nézd. Lehet kapni szigátó. Kélgettó. Tu peux imaginer, y'a rien. Na, itt van a Santa Claus, with a lot of beautiful kado. A nagy füles majó. Jézusom! Hát ha ez 1,95 lenne, akkor úgy nézzük neki, mint a Fülöp. Ugye? De hát ez... Mármint a fülei olyanok, nem gondolom én. Drága? Hát ő... A Fülöp így néz ki. Nézd meg, hátulról is. Csak ki? Hát Fülöp, nem te vagy ez? Ne haragudj, csak ki. Kicsit nagyobbra nőttél. Piff anyukám, a manók. Na és itt a vége. Egyébként itt kezdődik, mondanom csak el, csak mi föntről jöttünk. És azt nem tudjuk, hogy milyen szél. Hát ha ez nem a Mistral, akkor nem tudom. Meg kell olvasni, valamilyen lány neve van. Akkor Bella, nézd meg! A mérges galócával. Na most így néz ki a Jardin Biovez 2020, l'année de Covix, et l'année de gâteau et muffin. A maffinébe kész, szájé. Taka anyukám. Még lehet, hogy megmutatom neked, hogy milyen azitált a tenger. Nézd meg, itt van Anna Mari. Élet végig pufogta az egészet, mert ő fázik, és kazinó. Nem kellett volna ott hagyni a hideg Magyarországon, és akkor most én is fáznék. Ja, jól van.
Nem a meleg kabát van rajta, meg így sapkám. Így ott hagyott engem, érted, keleten a Mari. Igen, nem akar ide jönni. Gondolhatod, anyukám. Nézd meg, teljesen fölcukászította magát a földközi tenger. Idáig ki. Ja, ott följebb kicsap? Hú, ott nagyon kicsap. Ott igen, mert ott szűkebb a plázs. Oda pif. Nincs, hogy látod, átmegy. Látod, le is zárták a utat. Ott látod, hogy mit őrjöng a izé? A lámmel teljesen föl van szukásodni. Azért tud fölszukásodni a tenger, valakival, mert nő nem ő anyukám, mert lámmel. Oda nézd, mibe van. És ezeket a gambikat, és ugye megmutatom neked, besutyulok, mert követői rajongóért mindent néznek, ezeket a köveket kézzel itt kivágja. Teljes idegbe kerül, teljesen. Néznek, hogy hogy föltornyosította a köveket. Na most mi van? Néznek, látod az egész úton, anyukám. Lámerázsíti, leszokta bontani itt a korlátot egyébként, amikor teljes tubba kerül. Még csak félig van főszukásodva, mint a nejed, de majd meglátod, ha ez igazán főszukásodik, akkor tó nejed elbújhat. Dick a majom hold! Nézd meg ezt! A legarany követém és rajongod, na az okos Cilla, ugye, szemüvegben, sajnos ugye nincsenek kobolt fülek, de minden más van. Most ugye ígértem nektek, hogy ugye ebből a könyvből, Károly és Zitából föl fogok nektek olvasni. Nagyon érdekes a könyv. Már csak azért is, mert ugye ezt a könyvet Patrick Germain írta, és egészen objektívan írja le a dolgokat, tehát nem úgy, ahogy mi magyarok szeretnénk a történelmet látni. Várjál, pilácsot lökök. Nem működik. Taka. Tudod, hallod? Anszopó franciák, milyen patkányok már? Magyarország, érted? Nagy Magyarország, Mennyország, Csonka Magyarország, nem ország, ilyeneket mondunk, tudod, nagy hazafiba, elvették, hogy vették el, mi vették el. És azt hiszük, hogy a világ tehet a mi bajunkról, ugye, hogy megcsonkították Magyarországot. Na ebben a kis könyvben, anyukám, megismered a valódi okokat, és azt is megismered, hogy Habsburg IV. Károly mi mindent megpróbált, hogy megmentse. Szóval az a lényeg, figyelj, alapvetően... Cillánk az izéne, Nordkempez zokniba. Hallod, figyelj, Nyugat-Európának, Franciaországnak, az Egyesült Államoknak nem volt célja, hogy szétrombolják az osztrák-magyar monarchiát, egyébként, ami a legjobban működő volt világ, far away, tehát hogyha megnézed, hogy az 1867-es kiegyezés után, amit Ferenc József anyukám kiegyezett, akkor fejlődött a legjobb a Magyarország. Hát akkor épült a Grésenpalota, a Párizsi udvar, a Puposzító, minden, érted? Az egész András szűrt minden. Szóval csak egy kis ízelítőt gondoltam neked felolvasni. Például Vekerle Pál, mikor ugye Magyarország miniszterelnöke volt, természetesen amint kitört az őszi rózsás puposzítás, abban a pillanatban Vekerle úgy takázott, amit sose lett volna, anya úristen itt annak is, és ez a szegény Habsburg IV. Károly, ez teljesen magára maradt egyébként, mindenki ellene fordult. Most figyelj, ide egy részletet akarok csak neked beolvasni, jó? Csak hogy így képbe legyen, hogy milyenek voltak a magyarok, mert ez egy hülye könyvjelző, mert ide rakom. Azt mondja, ma délután megbeszélést tartok a magyar és az osztrák miniszterelnökkel, mondta és jelezte, hogy tovább, hogy az ülésnek vége. Vekerle ezúttal egyedül sietett Károlyhoz Budapestről, és sajnos pontosan úgy viselkedett, ahogyan azt Károly várta. Felségednek nem áll jogában megváltoztatni a magyar alkotmányt, ordította. Miniszterelnök úr, felesleges figyelmeztetnie a felszentelési eskümre, felelte Károly. Egyébként is, ha bármit tervezne Magyarország ellen, azonnal leállítanám a búza behozatalát Bécsbe, ordítozta tovább Vekerle. Néha összeakad a nyelvem, tudod, ez a francia, angol, magyart váltani anyukám megőrizve, még Nagdacio a portugál. Feje folytatom, még nincs vége. Bódalmas, ne beszélj ennyi nyelve, megőrülsz. Figyelj, ez zsarolás. Vegye annak, ha akarja, de ismétlem, nem nyúlhat a magyar korona szent földjéhez. Ami a szlávokat illeti, majd mi eldöntjük, mi legyen velük. A beszélgetés során Károlyban többször is felidéződtek Polczer Hodic figyelmeztetései. Magyarország felől érkezik az igazi csapás. Ez az állítás napról napra igazabbnak bizonyult.
hol volt már az a nap, amikor 1914-ben több százezres tömeg ünnepelte Zitát és őt Budapesten. Mert csak ennyit akartam, Károly keserű szájízzel gondolt arra, hogy félrevezette őt Magyarország, vagy legalábbis a vezetői annak ellenére, hogy ő maga 30 évének minden lelkesedésével és jóhiszeműségével nekiadta magát. Tehát ő tényleg Magyarország királya volt, tényleg bízott Magyarországon. Megfogadta, hogy megvédi Magyarországot minden ellenségtől, de mit tehetett saját elvakultságukkal és acsarkodásukkal szemben. Na, ezt csak azért olvastam föl, mert ugye ez 1918-ban volt ez az egész, és ez a mai napig anyukám szemét nem változott, tehát a mai napig ugyanúgy acsarkodunk, elvakultak vagyunk, majd mi elintézzük a magyar gők, mert tudnénk annyi volt, hogy azt javasolta, hogy a délszláv területeket Magyarország ajánlja föl annak érdekében, hogy a többi megmaradjon, érted? És hogy a szlovákok azok ne tudjanak ezért Csehszlovákiába puposítani, és Erdély megmaradjon, hát anyukám semmi nem ment, majd utána itt később írja, hogy a magyar kormány visszavonja az olasz, mert ugye Olaszországban még ment a háború azokon a területeken, visszahozza azokat az ezredeket, hogy ugye az erdélyi részt terelje őket. Szóval, na és akkor ugye ezek után, arról már nem beszélek ugye, hogy mindeközben kitör az őszi rózsás forradalom Magyarországon, egy Károlyi anyukám az ünnepelt, az, hogy ki vagyok én attól Károlyitől, de tényleg valaki, aki elárulja a saját osztályát, a saját fajtáját, érted, de milyen gróf az ilyen, az anya úristen itt meg a Károlynak. Van még két nagyon érdekes rész, amit én itten kinéztem neked. Ja, ez, hát Horthy Miklós, ugye, akit mi most ugye, újra szenté avatunk Horthy Miklós. Ugye, mi most ugye nagy Horthyba vagyunk, anyuka. Horthynak köszönhetjük, hogy széthullik a monarchia, és akkor nézzük meg az árulást, ami később jön, azt nem jelöltem be, de majd arra is visszatérek, ha nem most, akkor máskor, azt írja. Ja, van egy nagyon érdekes rész, ezt csak azért én mondom, hogy te is megnyugodjál, hogy a jegenyefák nem nőnek az égig, ez nem Horthy, azt mondja. A több mint 100 éves Hermin Metternich hercegnő is eljött, hogy a nehéz időkben vigaszt nyújtson Zitának. Napóleon legyőzőjének leánya, aki a Waterloo-i csata évében született, rengeteg tapasztalatot gyűjtött hosszú élete során a rendszerváltásokkal kapcsolatban. Most jön, ami a mai napra vonatkozik, és ezt mondja Metternich hercegnő, minden visszatér majd a rendes kerékvágásba, nyugtatgatta a császárnét. Szóval anyukám, ami most nálunk zajlik, az majd úgy el fog söpörni, ahogy a vihar viszi el a homokot. Érted? Tehát, hogy a szél viszi el a homokot, úgy fog eltűnni ez a mostani világ, amiben mi most élünk. Lehet, hogy 15 év, hát majd megőrülsz, megvadulsz, addig mondjuk olyan károkat okoznak, hogy újra kell építeni az erkölcsöket majd Magyarországon. Na mindegy, most jön, amit akartam neked. Ugye, ami szenti avatott Horthy Miklósunkra. Most nem mondok semmi rosszat, mert lehet, hogy valaki nagyon kedveli őt, tehát nekem azért hagyjuk, érted? Tehát ő azért egy latréna volt a szemembe. Azt mondja, ott volt egy tengerésztiszt is, Horthy Miklós, aki könnyes szemmel várta, hogy a császár elé járulhasson. Amikor Károly elé léphetett, zokogásba tört ki, gondolom így, mint a vajákos asszony, tudod. Károly és Zita igyekeztek megvigasztalni hűséges alattvalójukat, aki házasságkötésükkor a császár szánt segédje volt. Egy perc nyugtom sem lesz mindaddig, amíg vissza nem adom felségednek a bécsi és a budapesti trónt. Fogadkozott jobb kezét magasba tartva. Tehát így. Jaj, Istenem, visszaadom a trónt. Mondta Horthy Miklós, az a Horthy Miklós egyébként, aki a budaörsi csatában kiűzte negyedik Károlyt, hogy ne tudja elfoglalni a magyar trónt, tehát így segített ugye visszaadni, maximálisan elárulta, majd ugye Magyarország kormányzójának kiáltotta ki magát, így vezetett be minket, és állt szövetségbe Adolf Hitlerrel, így áldozta föl a magyarországi vidéki zsidóságot, és később ugye nem tudta megakadályozni a budapesti zsidóságnak a deportálását se. Az a Horthy Miklós, aki ugye egyébként a saját uralkodóját elárulta. Ez mondjuk lehet, hogy neked furcsa, én eléggé monarchista vagyok, és ugye fölesküdni az uralkodóra anyukám az egy szent dolog. Ez most már nem divat, ez csak az anyukám az ilyen levitéz lett, nagyságák nem divat anyukám, aki tudod, egy brosszal rohangálunk, kis brossz vagy valami kis izé. Apámnak volt, várjál, milyen volt apámnak? Hű, nagy becsbe volt, nagyapám kardboltja.
ki, mert ez katonacsa, militár, anyukám, Ludovikás, tisztek, minden, hát akkor az volt a előkelel, minden úri család, anyukám, a férfiak katonák voltak. Na, és mi nagyban megtartják a kis brosszukat, jaj, még az előkelő időkben, anyukám, még a háború előtt, amikor mi még, aztán valakik erre emlékeznek, mindig mondom, jaj, nyugodjál már meg most, van pénzed tüzelőre, vagy nincsen, az a lényeg. Na mindegy, én abszolút monarchista vagyok, és megfigyeled, hogy ezek az emberek, egy uralkodó, egy Habsburg, egy Romanov, egy Bourbon, az Istentől származtatja a hatalmat, és felesküszik a népére, és mindent megtesz, főleg egy ilyen több nemzetiségű birodalomban, mint ugye, amilyen a Habsburg birodalom volt. Mert utána jönnek anyukám az ilyen közé, ilyen miniszter, olyan már a korrupta, ízi a diktán, figyelj oda szerinted. Tehát szóval, érted, egy uralkodó, az hisz és bízik, és igenis felelősséggel van a nemzete irány. Hát nézzek ezen, azt szerinted mostaniak milyen felelősség van, anyukám. Úgy fognak eltűnni, mint hogy soha nem lettek volna egy halomlovettával. Na, azt mondja, vagy egy még egy részlet, amit akarok neked, azt mondja, amint Zita belépett a szalomba, Károly átnyújtotta neki Speil által készített dokumentumot. Zita gyorsan átfutotta, és felkiáltott. Soha nem mondhatsz le. Ez nem lemondás, magyarázta Károly, de Zita, mintha meg sem hallotta volna, felindultan folytatta. Egy uralkodó semmilyen körülmények között nem mondhat le. Erőszakkal megfoszthatják ugyan a trónjától és uralkodói előjogaitól, de ebben az esetben sem köteles elismerni, hogy elveszítette a jogait, sőt idővel megfelelő körülmények között vissza is követelheti azokat. Folytatom. De lemondani? Soha, soha, soha. Vállalom, hogy veled együtt elbukom, akkor Otto még a helyedre léphet. És ha mindnyájunknak el kell bukni, akkor is marad még Habsburg. Zita olyan szenvedélyesen beszélt, hogy egészen kipirult. Kopogtatás hallatszott, Ledovszky gróf lépett be. Felség, a miniszterek most azonnal kérik a választ. Várjanak még egy keveset, vetette oda Károly bosszusan. Ledovszky visszavonult, de néhány perc elteltével Gájer dugta be a fejét az ajtón. Várjon, miniszter úr! Gájer becsukta az ajtót. Nem folytatom, a lényeg az, hogy negyedik Károly akkor egy 32 éves fiatalember volt, tehát nyilván hozott rossz döntéseket, nyilván nem volt olyan kemény és határozott, mint mondjuk amilyen életem volna 46 évesen. Egészen elképesztő ez az egész. Tehát, hogy ezt azért mondtam el, és azért mutatom neked, jó, aranykövető aranyrajongó, hogy azért érdemes elolvasni ezt a könyvet negyedik Károly utolsó királyunkról, és az utolsó Habsburg uralkodóról, hogy lássad azt, és objektíven lássad, hogy nem a világ hibás azért, mert Magyarországot megcsonkították, hanem a saját magunk gőgje, pöhendisége, széthúzása, forradalma, az őszi rózsás forradalomtól kezdve, nem tudom meddig, tehát, hogy pontosan mi ástuk meg Magyarország sírját, amiért aztán hibáztatjuk a világot, és ez a könyv abszolút objektívan adja ezt vissza, és nem abból a hülye nacionalizmussal, amiben mi nagy puposzkodásban vagyunk, és nagy ízés tubba kerültünk. Anna Mária már szólt, Jézusom, így csinálod a videót a kupi közepén, hol a fenébe csinálnám, anyukám? Ha polgáriba vagyok, jó pofa vagy. Na ennyi volt anyukám Cilla történelmi kultúrpercei, millió puszi, Patrick Germain, Károly és Zita. Jó, valószínűleg már nem tud megkapni ezt a könyvet sehol. Lehet, hogy lent online le tudod tőteni arra töröm, mint az iPad, ez az olvasó hülyeség, Anna Marinak van. 2005-ös, na kapaszkodj meg, azt mondja, mindjárt mondom, azt mondja. Dernier souvenir d'Autriche-Hongrie, France, Europe édition. Ja, mert Patrick Germain, Charles Zita. Megvan franciául. Várjál, Anna Mari franciául olvasta. Azt eszek, várjál, mert mindjárt megnézem. Egyébként már most elköszönök, mert lejár az időm, én többet vissza nem jövök. Engem te békén fogol hagyni. Figyelj, már Mari. Nézzek, ezt olvastad. Mamo, regarde. Voilà, Zita et Charles. Tu vois, c'est la même livre. Ça, c'est de d'origine. Patrick Zsen, dernier souvenir d'Autriche-Hongrie. Na, hát anyukám, millió cók, jó éjszakát, vigyázzál magad, lököm ide, visz, vigyázzál magadra, taka, holnap találkozunk, vagy nem, vagy mit tudom én, jó pofa vagy. Mi folyik nálunk? Anna Mari, hajmász, Péter Marica grófnőt hallgat, ugye, ezt megmutatom meg. Ha vagyok, figyelj, ilyeneket néz, de meg van vatom. Hajmászi Péter, hajmászi Pál,
Ez abszolút a Irénne lesz, nézed, igen. Marci. Na, hát na, Mari, ez ebbe van. Na, kicsit eltűnök, ez már Hajmászi Pétert nézi szottával. Hogy hárvad a világ. Marikám, akkor kezd el énekelni a Hajmászi. Rémes. De Latinovicsot akarom megmutatni. De ez nem, hogy ez Pelatinovics. Ja. Szomás? De van még nagyon jó. De mit nézel? Retro Life? Szipály. A baromi. És noltál ki az a Marca, hogy most ezt nézed? Ja, igen. De, a kabarékat nézed. Ez a Marica Gró? Ez a Latinovics? Szóri, ez is milyen egy karót nyált volt. A mazi ugyanígy szavar, mint a Latinovics. Ez a Marica Gró nő lehet ebben. Ó, ez hiszem. De na, már becsicsentett egy kicsit az Irénkát. Unga, 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 nézzük, ezt is imádjuk. Ez a Csala Zsuzsa, nem? Ezek a Gálb, győzted meg az Iza úra. Hát figyelj, ez a legjobb Iza úra. Ez mindig kancsi volt. Sok hetek óta nem főzöm már semmit. Őszintén szólva, Alvaro úr, én jobban szeretek énekelni. Csak hogy én nagyon unom már a Paris-t. Itt van Unga, 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 Unga. Róza. Róza, te jössz? Hát imádjuk. Ez meg kell nézned, rabszolgás szólsz. De ki most a gyűlöm? De hogy Leonci úr, én. Befogod ezt a felszabadított pofádat, Januária. Azzem ebbe van. Bertranul megérkezett. Donna Iza úr. A kancsi Iza úr. Miért olyan izgatott Bertranul úr? Biztos elmaradt, ma is egy esküvője. És befogod ezt a felszabadított pofádat, Januária. Nem akarnak dolgozni, Donna Iza úr. Emberfából ki kell rúgni a hámfából.